Két merőben eltérő mérkőzésen vagyunk túl, a Balatonfüred elleni hazai bravúros győzelmet követően Csurgón már nem ment annyira a játék. Mit gondolsz, hogy mi várható a Tatabánya ellen, akit ugye majd pénteken 18 órától fogadunk a Kemény Ferenc sportcsarnokban? Hú, hát nem tudom, hogy mi várható, annyit tudok mondani, hogy nem szeretnénk ingyen adni itthon a győzelmet, viszonylag régóta tartó veretlenségünk van, még akkor is, hogyha ezt a javát NBA-be szereztük, szeretnénk tovább folytatni, de tudjuk, hogy mi a realitás és milyen erőt képvisel a bánya. Azért bízom benne, hogy a csurgói vereség nem szekte a kedveteket, és hazai pályán a Balatonfüred elleni habitussal lépünk majd pályára. Csurgón is úgy szerettünk volna pályára lépni, ahogy itt ezt a parkettát elhagytuk Füredről. Valami nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, szeretnénk itthon javítani. Hogy telt a hét? Milyen munkát végeztek? Mi az, amit esetleg várt tőletek az edző? Mi az, amire készültök? Nem tudjuk, hogy fogunk kiállni, lesznek kényszermegoldások, kevesen vagyunk, kicsit fogyunk, de azt gondolom, ez nem is az én feladatom, hogy ezt eldöntsem. És mit gondolsz, mi az, ami eldöntheti a meccset? Hát ahhoz, hogy nekünk szoros eredményre legyen sanszunk, közel a legjobb tudásunkat kell nyújtani. Ha partiba tudunk lenni, akkor azt gondolom a közönségünkbe, amiben már sokszor kapaszkodtunk, méltán bízhatunk most is.